Nyitva van. A vegyszer összekészítő állomás. Így ni. Na befelé. És akkor főzzünk. Főzzünk valami finomat. Ezt elbasztuk már most. Semmi baj. Semmi baj, megoldjuk. Hát a gyűlölöm az ilyen puzzle-öket, kedves lányok, kedves srácok. Se füle, se farka, umbrella típusú baromság. Yeah! Na de ezt még el kell mennünk lehűteni. Thank you.
Nyilván. Köszönöm, hogy meghaltál. Na! Igen, nem Dr. Lee vagyok, ez pedig egy levelezés arról, hogy egy Dr. Lee egyik barátja és kollégája ír neki itt a katasztrófa kellős közepén, hogy emlékszel Dr. Lee, milyen jó volt régen, mikor még nem volt semmi bajunk? Most megnézd, mi történik. Claire meg picikét fázik, azt mondja. Hűtés folyamatban. Szuper. Hűtés kész. Más nincs is itt nekünk, szóval megyünk tovább. Szépen lepermetezzük a növényt, megszerezzük a chippet, és megyünk az antivírusért. Hú! Már lassan 5 órája nyomom megállás nélkül ezt a játékot, kedvesen, kedves srácok, kezd jójózni a szemem. És itt jelen pillanatban hajnali 2 óra van, és én ma dolgozom. Hülye Szensi. Na se baj. Ezt most már megcsináljuk, mert konkrétan szinte itt a játék vége. Szinte. Na, have it! Dispensing solution now. Növény szépen megdöglik. So much for the weed infestation. Bazony. Warning. You have dispersed a dangerous solution without authorization. Your actions have been blocked and you may be subject to disciplinary measures. Nem. Nincs már több tüzes gránátom. És el is felejtettem, hogy itt a növény zombikat nem hagyja meg, hogy lelocsoltuk őket. Szóval hozok 6 darab ilyet. Csak fájni fog nekik a molekuláris sav is. Gyorsan bezsebelem innen ezt a chippet. Yeah! És akkor innen a
Greenhouse-ból is megvan mindenünk. Szuper. A növényház. Basszus, erről mindig megfeledkezem, hogy ez a csókkal csak úgy itt terem. Igen, ebben az e-mailben az egyik... Aha! Igen, William Birkin ír egy e-mailt a egyik fejebb való kutatónak, hogy néha-néha tele van kémekkel az egész laboratórium, ezért a nyugati szárnyat lezárja, ahol a vírus mintákat is tartja. És mi most pont oda fogunk menni. Így van. Már megyünk is arra, már megyünk is arra. Á, itt van még egy Umbrella zsoldos. Volt nálam még egy videókazetta. AVS. Super. Nézzük is szépen meg! Mi történt a William Birkin című rajtaütésben? Work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Stop! Hold your fire! What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. Hát na. Elég hirtelen kapott a fegyveréhez. Én nem hibáztatom a katonát azért, hogy reflexből lelőtte. És a mintákat elvették tőle. Igenis, itt olvashatunk arról többek között, hogy az Umbrella felső vezetése megtiltotta Birkinnek, hogy tovább fejlessze a G-vírust. Elvágták tőle az anyagi forrásokat is, de Birkin ettől függetlenül tovább csinálta a vírust, mert azt az élete munkájának tekintette, és nem akarta abba hagyni a fejlesztését. És az Umbrella ezért, hát... ellenszegülésért, parancs megtagadásért. Pedig szépen el akarták szegényt intézni, és zsoldosokat küldtek rá, hogy elvegyék a munkáját és leállítsák őt. Pancsi, pancsi. Szárít, szárít. És amint látjátok, itt is van az a sok szépség, amin dolgozott. Gyönyörű.
Őszintén. Tényleg gyönyörű? Ó, ez egy feljegyzés arról, hogy hogyan... hogyan tesztelték különböző alanyokon a G-vírust, akinek volt... volt ellenállása a T-vírusra. Na és ott van bent az ellenszer. És a vicc az, hogy Sherry-nek a nyaklánca lesz ide a kulcs. Pokol igen! Megvan! Thank God. The antiviral agent. Gotta get back to Sherry. Már is? Már is, de mielőtt visszamegyünk Sherryhez, nekünk nagyon fel kell magunkat tankolnunk. Ugyanis kitalálhattátok, hogy fő ellenfélharc fog következni. És az bizony néha nem mókás. Wow! 20 ilyen golyóm van, nagyon jó! Nagyon jó. Hű, mennyi savas gránátot összeszedtünk, azt a mindenit. Nice. Jó. Nice! Oké, azt hiszem elég jó fel vagyok szerelve. De ezt addig gyorsan kicserélem, amíg... erre át tudok váltani. És még mielőtt neki megyünk a végjátéknak, engedjétek meg, hogy elrohanjak egy gyors... egészségügyi szünetre. És már is folytatjuk. Na, kedvesen, kedves srácok, folytassuk, fejezzük be ezt a játékot. Oké. Borkin! Wow. Your ass again. William! This ends now. What the hell is this thing? That was my husband. Igen, miután lelőtték Williamet, ő beadta magának a G-vírus egyik mintáját, ami éppen nála volt. Annette pedig nem volt szívvel lelőni a saját férjét. How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with the G virus in it. But that's no excuse to leave her. I
Attól tartok, ez nem nagyon hat rá, csak jobban felbosszantja. Nagyon greedy voltam. Na nézzük, miféle loot maradt itt nekünk. Oké. Már is nézzük azt a service liftet. Na igen, Claire kicsit kioktatta Annette-et, hogy most ugye Annette hiába is koncentrál arra, hogy a G-vírus megfékezésén dolgozzon inkább, mint hogy Sherry-re figyeljen. Nincs joga a saját lányát ilyen körülmények között magára hagyni, hiszen mégiscsak ő az édesanyja és vigyáznia kell rá. És ez bizony nem volt szép dolog tőle. Szegény Sherry csak úgy ott hagyta ebbe a káoszba egyedül. Mennyi nagy kalibelű lőszer! Szuper! És ha jól látom, ott még van egy flashbang, vagyis egy villanógránát, és... és más nincs, de...
Hát azt már nem bírom sajnos felvenni, mert tele vagyok. Szóval ez van. Az sajnos itt marad. Na és igen. William közben kicsit megszorongatta a nettet, de szerencsére túlélte a támadást, szóval még a harc előtt Claire gyorsan odaadta a netnek a Devilt, az ördögöt, az antivírus sumót, hogy Annette gyorsan visszasiessen Sherryhez és beadja neki. És ezzel remélhetőleg megmentsük őt. Okay, kérem szépen vissza ezt a stukkeremet, oké. Okay. Kérem szépen... kérem szépen ezt. Ezt most már szerintem lerakhatjuk. Azt hiszem. Igen. És igen. És egyenlőre... biztonság kedvéért hozzunk egy ilyet is. Siessünk gyorsan vissza Sherryhez. Nézzük meg, hogy hogy van, és hogy Annette hogy van. Ó, már jobban is lett. Hát az lehet. Úgy meg lesz szorongatva, mint annak a rendje. Na, működött az ellenszer. She's free of the G virus. Did you hear that? Sherry rendben van. What happened to her? She was attacked by the monster. És közben Leon elvitte a vírust a helyéről. És elindult az önmegsemmisítés, amit pont az indított be, hogy Leon elvette a G-vírust a helyéről. Csak a szegény Annette pont Sherry szeme láttára hal bele a sérüléseibe. About this jacket.
I'm so lucky to have you. So we can talk more about that later. We gotta hurry now. Come on. Sherry, can you walk faster? Gere Sherry, gere gere. I don't want to rush you, but we have to go. Igen, megkaptuk az adminisztrátor szintű hozzáférést a lifthez. Gyerünk, gyerünk! Gyere, Sherry, gyere, kérlek, gyere! Again? Yeah? Thank you for being so nice to me. For helping me. I'm really glad I met you. I'm really glad I met you too, Sherry. But save your thanks until I get you out of this place. Igen. Várjunk addig, amíg ki nem érünk innen. Na hajrá! Gyere, Sherry, gyere, gyere! Jó, itt megejtjük az utolsó mentésünket. Na hajrá! Gyere, Sherry, gyere, gyere! Sietnünk kell. És ne állj meg senkinek se. Szerencsére Sherry annyira tud magára vigyázni, hogy ne kelljen miatta aggódnunk. Marion is. Itt is van. Sherry, what are you? I think I can open it from the other side. Ki az ajtó zárva, de Sherry átmászik a szellőzőjáraton és megpróbálja nekünk kinyitni. Az biztos. Kerry. Egy pillanat, kedvesen, csak megnézem, hogy Kerry mire morgott így hirtelen. Oké? Nincs szerencsére semmi baj így hajnali 3-kor. Köszönöm, Sherry! Hajrá! Kifelé innen! Így van, jó csapat vagyunk, na gyere! Iszkiri pupákok! Szuper! Ah, igen. Egyetértek. Oké, ez most már nem kell. Ez most már nem kell. Legalábbis remélem. Yeah! Itt a vonat. Kell ez a szar.
need you to stay right here, okay? Okay. I promise I won't leave. Good. Be careful. Always. Jó van, Sherry szépen itt marad. Nem megy sehová. Mi pedig szépen megyünk és beindítjuk a vonatot. És ehhez, ha minden igaz, lesz segítségünk is. Egy nagy gépágyú. Wow. És ide kell beraknunk ezeket a hatalmas ipari áramvezetőket. Hogy energiát kapjon a vonat, és elinduljon. Claire! What? Leon? You're down here too? Yeah. But the whole place is coming down. Igen, Leon most fog harcolni a Tyrant-tel. Fast! I know. I found a way out. I think we can all make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? I'm sorry, you're breaking up. Don't worry about me. Just get out of here. Leon! Damn! Na hajrá, kifelé innen. Induljunk. És itt a végjáték. És valakinek nem volt elég a Scoobisnek. Why can't you just die? Sajnos William nagyon-nagyon nehezen hal meg. Ó, te jó ég! Ennyire fel már nem tudok lőni. Gyorsan fedezékbe! Ez az! Ó,
beszélünk, dögölj már meg, barátom! És az egész ment a levesbe. Leon most szállt fel a vonatra. First thing you want to do when we get out of here. I want to see where you live. Good. Zai, take a shower. Yeah. Really? Not bad. Ooh, yeah. Claire! Leon! It's so good to see you. I told you I'd make it, didn't I? You did. Who's this? This? This is Sherry. Okay. Jesus! What was that? I don't know. You stay here with Sherry. I'm gonna go check it out. Na, valami rácuppant a vonatra. 33 golyó. Hogy állunk ezekből? A gyógyszer itt már nem fog kelleni. Ebből jöhet minden mennyiség. Csí, elég szépen elhasználtunk mindent. Nem baj. Ennyi minden csak elég lesz ahhoz, amit most tervezek csinálni. Mentek még egyszer, mert ha ne adj Isten, mégsem én ezt az egész baromságot nem akarom előről csinálni. Oké. Ennyi minden. Oké. Na kedves, nagyon kedves, hát nézzük meg, hogy mit cuppant rá a vonat hátsó végére. Egy adag szar! Hope you like bullets, 'cause I got a hell of a lot more.
Hát igen. Jó kérdés, hogy mennyi biomasszája van még Williamnek, amiből képes átváltozni. Na ez biztos nem élte túl. So, are you guys like boyfriend and girlfriend? No. Jó, szereti a szögletes csajokat. First date though? Yeah, you have no idea. Look, he might be able to give us a ride. Az biztos. What if it's not just the city? Get Sherry out of here. Come on. I don't know. But if it's not, we'll stop it. Whatever it takes. Yeah, you're damn right we will. As long as we stick together, we'll be fine. Come on. Hey, you guys can adopt me. Örökbe tudtok fogadni, eh? We can get a puppy. Lehet kis állatunk. Next up on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping. Where did my life go? I look at
There's two sides to every story. Then defeat all the pain of the glory. It all burns away, but how did it go so wrong? Now it's all gone. Forget yesterday. It ain't worth the pain. It ain't worth the pain. The pain of Wow! Kedves meg, kedves azok, remélem tetszett nektek ez a végigjátszás. Hú, elég intenzív volt, főleg, hogy egy húzamban toltam végig az egészet. Biztos látjátok, hogy egy nagy, két nagy fekete kört alkottak a szemeim. Jaj. Nagyon örülök ennek a játéknak, kedves lányok, kedves játszók. Borzasztóan szeretem a Resident Evil 2-t, és úgy örülök, hogy a remake is ennyire jó lett. Szóval, ezek után végig fogjuk játszani Claire-nek az első rányát, vagy az A küldetését, és utána Bionnak a second rányát, vagy a B küldetését. A következő fejezetben Claire normálisan fog kinézni, és majd Leon fog megint megszögletesedni a second run-nál. Megvárok még végig, mi a stáblista, jó? De megy az a gitártépés! Capcom! Wow! Na nézd, milyen borzalmas osztásdíjat kapok, mert most sem bírtam 4 óra alatt végigvinni a játékot. Nyeh. Nyeh.
Nem is izgatom magamat miatt a Resident Evil játékban, nekem sosem a gyorsaságom a fő pozitív képességem. With time to spare. Megkaptam a 4-es stage-es modellt, ezt gyorsan megnézem, kedves nagyok, kedves srácok. Wow! Szegény. Annyira érdekes látni, hogy amint William beadja magának a vírust, így szépen lassan, folyamatosan veszíti el az emberségét. És egyre ilyen embertelenebb formákból képes mutálódni, mert a végén már kb. Semmi biomasszáján nincs, amiből tud építkezni. És már össze-vissza lógnak rajta mindenféle fajta testrészek. Kezek össze-vissza. Igen, látjátok, itt még úgy nagyjából emberi, meg itt nagyjából ki tudja mondani a lányának a nevét is. Itt már esélytelen, mert az a második feje odanőtt. És abszolút kezd eltűnni az emberi teste. Itt pár szinte teljesen felemésztette őt. Itt már alig bírja magát egyben tartani. Ez pedig már egyszerűen szörnyű. És ott a jobb alsó sarokban még mindig, hogyha látnék esetleg egy emberi fejet. Hihetetlen. Borzalmas. Wow! Mi van, kedves nagy kedves srácok? Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. Őszintén remélem, hogy jó szórakoztatok. Remélem, hogy tetszett nektek a végigjátszás. Bízom benne, hogy majd a következő fejezetben is velem fogtok tartani. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra is. Szervusztok!